2019 volt az az év, amikor a Star Wars filmek kiszenvedtek a Skywalker korával, illetve a Jedi Fallen Order személyében megszületett a téma egyik legjobb videójátéka. És ahogyan film sem érkezett azóta, a jelek szerint a játékipar is elfeledte a messzi-messzi galaxist, szóval egészen a folytatást jelentő Jedi Survivorig kellett várnunk, hogy újra magunkhoz ragadhassuk az erőt és a fénykardot. A történet szerint hősünk Cal Kestis folytatja harcát a birodalom ellen, ami erőfeszítései ellenére csak erősebb lett az idők során. Innentől kezdve érzésem szerint egy kevésbé kötött történetet kapunk, mint annak idején, ellenben sokkal szétágazóbbat, amiben jelentős szerepet kap még a High Republic időszak is. A játék eleve egy visszaemlékezéssel indul, tehát akinek esetleg ködbeveszett, mi történt a Fallen Orderben, ne aggódjon, képbe kerül éppen annyira, hogy ne érezze magát teljesen elveszve. Van 5 választható nehézségi szint, amiben mindenki megtalálja a kedvére valót. Itt tenném hozzá, hogy a közellenségek meglepően könnyen legyőzhetőek még Jedi Master fokozaton is, ahol a kihívás jelentősen megugrik, azok a bosszok, amiről majd a későbbiekben lesz szó. Első körben beszéljünk a legszembetűnőbbről, a látványról. Kifejezetten kíváncsi voltam, hogyan vizsgázik ezen a téren a játék, tekintve, hogy a Survivor kifejezetten jelen generációs rendszerekre lett kiadva, vagyis Series S, Series X, PS5 és PC rendszerekre. Sietve megjegyzem, hogy a PC teljesítmény problémákról nem tervezek értekezni, egyfelől mert eleve PS5-ön teszteltem, másfelől mert a szarulfutó PC-s portok jelensége mostanra már annyira közhely, hogy semmi újdonság ereje nincs. Ettől függetlenül érdekes jelenség, hogy a Foundry tesztje alapján a nagyrészt megint a shaderek használatával van probléma. Hasonló teljesítmény gond, ami a Fallen Ordernél is jelentkezett a megjelenéskor, és hasonló jelenség, mint amivel a The Last of Us Part 1 PC-s port is szenvedett idén, és ahogyan ott is, látszólag itt sem megoldás a teljesítménygondokra, hogy milyen részletgazdagsággal fut a játék. A Foundry tesztelői egy 4090-nel szerelt csúcs PC-n low setting mellett nem tudták kihozni a 60 FPS-t úgy, hogy Kestis állt egy helyben. Szóval úgy fest a PC-s játékosoknak meg kell békélniük azzal, hogy ők csupán egy esetben értékesek a játékiparnak, ha el kell sózni valakinek a kurva drága videókártyákat. Érdemes megemlíteni, hogy a Jedi Survivor ugyanúgy Unreal Engine 4-et használ, mint elődje, mégis az összkép összehasonlíthatatlanul szebb, mint 2019-ben. Ebből a szempontból nyilván sokat profitálnak az új hardverekből. Érdekes módon nem is annyira nyílt területeken feltűnő az ilyesmi, amiről majd mindjárt szó lesz, hanem sokkal inkább a közelieknél. Például az űrhajónk kidolgozásánál, úgy a belső felületeknél, mint a hajótestnél és a hajtóműnél, de ugyanide sorolnám a kocsma belső kidolgozását is, ami felfoghatatlan mennyiségű munkaóráról tanúskodik, és itt ennél a pontnál nagyon fontos, hogyan fogalmazunk, ugyanis én inkább használnám a Jedi Survivor összképére az alapos jelzőt, mint a szépet. Őrületes mennyiségű asszettel dolgozik a játék, helyenként felfoghatatlanul, szemtelenül sokkal, de ugyanakkor a látvány sokszor velőtrázóan gyenge. Legyen szó környezeti elemek ábrázolásáról, vagy in-game párbeszédekről, amire választ kapunk, ha figyelembe vesszük, hogy a játék felskálázott 1440p-vel fut performance módban, ami számomra rejtély egy olyan cím esetében, ami célzottan a mostani konzolokra készült. Cserébe itt-ott nyakon lehet csípni a ray tracinget is. Resolution módban meg kell barátkoznunk a 30 FPS-sel, míg performance-ben akár 60 FPS-sel is futhat a játék, de inkább 40 és 60 között valamennyivel. Őszintén szólva, ennél azért lényegesen többet vártam így a félgenerációs váltás előszobájában, de hazudnék, ha azt állítanám, hogy ezek a gondok bármennyire is befolyásolták a játék élvezhetőségét. Térjünk is rá! Jó hír, hogy sok folytatással ellentétben a Survivorben nem nulláról kezd a karakterünk. A Fallen Orderben megszerzett képességeink egy számottevő része már induláskor megvan. A falonfutás, a dupla pengélyű kard, az erőlökés, húzás, víz alá merülés, vagy a kötélen siklás mind elérhető már induláskor. Persze nem mind. Például BD1-nak újra fel kell találni, hogy 2-nél több élettöltő Steam is lehessen nálunk, de ez a játék előre haladtával megoldható a megfelelő ládáknál, amit egy eszméletlenül cuki animáció kísér. Nagy kérdőjel volt, hogy mit kezdenek a Fallen Order legendásan pocsék mapjával, és bár nem dolgozták újra teljes mértékben, a Survivor-i lényegesen felhasználóbarátabb, mint a régi. Ez részben annak is köszönhető, hogy végre jelezve vannak a fontosabb tárgyak, de legalábbis a zónák, amik most már
feloldásra kerültek, tehát nem kell minden alkalommal, amikor kioldunk egy plusz képességet, beporoszkálni mindent újra és újra saroktól sarokig, hanem végre számít, mit mutat a térkép. Erre szükség is lesz, ugyanis kapunk két őrületesen nagy kiterjedésű, több szintre tagolt bolygót, ahol aztán tényleg hódolhat mindenki a birtoklási szenvedélyének, mert jobb szó híján kurva sok lút van, kincsek, Ekkó, találhatunk skill pontokat, de még kozmetikai kiegészítőket is, de lesznek különleges ládák, amik mondjuk fénykard markolatot rejtenek. Ha már szóba kerültek a skillek, a fejlesztők nem aprózták el, külön fejlődési ágat kapott minden fénykard stance-ünk, amiből összesen 5 lehet mostantól. Igen, jól hallottátok. A sima fénykard, a dupla pengés, a kétkezes, egy blasterrel megbolondított, és a Kylo Ren-féle crossguard. Mindegyiknek saját statja és skillfája van, és egyszerre két stance-ünk lehet aktív, amiket a mentésként szolgáló meditációs pontoknál csereberélhetünk. Ha már itt tartunk, a megtalált meditációs pontok egymás között most már gyorsutazási pontként funkcionálnak, így nem kell kötelezően végig rohangálnunk fölösleges távolságokat. Végre! Ennek ellenére nem csak ezeket a pontokat lesz érdemes keresgélnünk, de a shortcutként szolgáló kötélhátsókat és ajtókat is. Hát, ha vissza kell még valamikor menni oda, és akkor már időt spórolhatunk. Ahol meditációs pont van, ott munkapad is, itt pedig testre szabható a fénykardunk markolata, a blasterünk elemei, de a korábban látottakhoz képest sokkal részletesebben, illetve BD androidunk is hasonló alapossággal. Érzésem szerint amennyit fejlődött a játék a skillek és a stance-ek terén, annyira megrekedt a munkapad a kozmetikázásnál, ezért például egy idő után teljes mértékben feleslegesnek éreztem a kioldott bigyók cserélgetését, akár a robotomon, akár a markolatomon, mert játék közben úgysem látszik, statisztikai értékük meg valójában nincs. De akinek ez a gyengéje, idővel fog tudni ilyeneket még pluszban vásárolni a világban összeszedhető priorite shardokért cserébe, doma boltjában. Kerültek a világba puzzle feladatok, amiket az erő használatával fogunk tudni megoldani, vagy a nyomunkban loholó bombákat kell hozzávágnunk az erre érzékeny felületekhez. Nem mondanám őket különösebben bonyolultnak, de ezeket például nagyon hiányoltam a Fallen Orderből. Vannak fő és mellékküldetések, utóbbiakat pletykák formájában kapjuk meg, amiket a térkép jelez is nekünk. Ezek lehetnek egyszerűbb ellenségek, de belefuthatunk egy ponton a rankorba is, amihez sok sikert, de idővel fejvadászokat is kaszabolhatunk a kocsmában beváltható további bónuszokért. Emellett érdemes BD-1-nal szkennelni az élő világot, sőt elhullott ellenségeinket is, mert került a játékba egy autocsesz időtöltés is, ahol haverjainkat verhetjük el több hullámos összecsapásban. Van, akit könnyebb, van, akit nehezebb, de érdekes nézni a különböző felállásokkal, hogyan birkózik meg a játékbeli AI. Akinek pedig még ez sem elég, az a helyi flórában is elmerülhet, ugyanis a fellelhető bokrokból gumókat szerezhetünk, és az egyik tetőn lehetőségünk lesz kertészkedni. Hogy ennek mi értelme, arra nem sikerült rájönnöm, de ha ügyesek vagyunk, pofás veteményest hozhatunk össze. Valahol várható volt, hogy jó lesz a Jedi Survivor, hiszen az a Respawn készítette, aki mostanáig elég ritkán hibázott. A Survivorről pedig maga biztosan kimerem jelenteni, hogy az egyik legjobb Star Wars játék, ami valaha készült. Nem a különösebben vaskos története miatt, hanem mert a világot egyszerre kezeli bátran és alázattal. Egyebek mellett ezért csúszott sokat a videó is, mert egyszerűen örömmel merültem el a Survivor világában. Élveztem felfedezni a meredélyeket, amiket csak hátasokkal tudok megmászni. Az elektromos felületeket, amiket csak BD-1 nyilai nyitnak. Jó érzés elveszni ebben az univerzumban, bizsergetően szokatlan. Ugyanakkor persze ez sem tökéletes játék, és remélem még fog érkezni hozzá pár javítás, bár ha azt veszem, hogy a Fallen Order víz alatti ládanyitogatós glitchét még mindig nem javították ki, itt legalább már nem szórakoztak az animációval, de ezek után kétlem, hogy itt más lesz a helyzet, de persze majd kiderül. Az minden esetre feltűnt, hogy egy dolog, hogy a játéknak alacsony a felbontása és nem bírja tartani performance módban a 60 FPS-t, de ráadásul képes tőlünk 3-4 méterre lévő geometriai formákkal trükközni, ami egyszerűen érthetetlen. Máskor meg random fákra hat valamilyen érthetetlen fizika. Van, hogy 10 másodpercig tölti egy ajtó kinyitását, ami után ráadásul ocs amit megpillantunk, utólag korrigálja a felbontást a szemünk láttára, mindezt a PS5-ben vágtázó Super SSD birtokában. A Fallen Orderből megmaradt az ellenfelek útvonalkeresési nehézsége is. Elakadnak mindenben. Ha túl szűk a csapás, akkor egymásban, egy útban lévő fémrútban, túl mélyre mennek a peron alá,
nem jutnak ki az Oduból. Nekem ezzel nem volt gondom, mert a kisebb bosszok legyőzését végtelenül leegyszerűsíti, csak furcsa, hogy az elmúlt 4 évben erre nem találtak megoldást. Emellett már apróság, hogy értem, hogy asset túltengésben szenvedtek a készítők, de helyenként mintha AI követte volna el azokat. Ezt a Balkán pozitív nagymama lámpát például meg tudja valaki magyarázni nekem? Az meg már csak személyes bánat, ismét hangsúlyozom, hogy személyes, sajnos ezt egyesek számára mostanában 2-szer el kell mondani, hogy egyszer megértsék. Szóval, hogy én nagyon értékeltem volna, ha a Survivor kilép végre ebből a Souls-like boss vonalból, és kicsit komplexebb összecsapásokat kapunk, mint amihez a Fallen Order-ben hozzászoktunk, ami 4 elemből áll. Az ellenfélnek plafonig húzott élete van, 6-szor annyit sebez, mint mi pedig tudunk perrízni és visszatámadni. Egyfelől a klasszikus Souls mechanika, másfelől már rohadtul fárasztó Souls mechanika. Alig várom, hogy végre megjelenjen a Tears of the Kingdom, mert emlékezetem szerint utoljára a Breath of the Wild-ban voltak számomra valóban érdekes boss harcok, amik többről szóltak, mint amit már egy évtizede önt magából a műfaj. Ezek aránylag egyszerűen orvosolható gondok, nagyrészt optimalizálási hiányosságok, amik pár patch-sel helyre jöhetnek, csak tartok tőle, hogy ezek közül is legfeljebb a rendkívül égetőkkel fognak foglalkozni. Mondjuk ebben az esetben remélem a töltési idővel úgy általában kezdenek valamit, mert az tényleg indokolatlanul hosszú. Viszont az összes fentebb taglalt meglátás eredményeként is változatlanul úgy gondolom, hogy a Jedi Survivor a Hogwarts Legacy mellett a másik olyan játék, amit egészen nyugodtan meg lehet venni teljes áron. Nem kell hozzá óvatosan közelíteni, és nem kell várni leárazást. Minden apró szépség hibája ellenére a Survivor valóban az a játék, amiben érződik a belefektetett munka. Ha a játékipar minden fejlesztője csak ennyire erőltetné meg magát, mint a Respawn, és legyünk őszinték, ők sem találták fel a spanyol viaszt, meggyőződésem, hogy a világ egy sokkal szebb hely lenne. Én szinte minden vele töltött percét élveztem, és a Hogwarts Legacy óta ezt egy játék sem mondhatta el magáról. De ugyanakkor ez továbbra is csak egy ember véleménye. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, kommentben jöhetnek az élmények, hogy hogy tetszett nektek a Jedi Survivor, mennyire értetek egyet a videóval. Ha támogatnátok minket, YouTube-on megtehetitek donate formájában, vagy Donablin előfizetés formájában, és lassan találkozunk újra. Jön a halálos iramban 10, valamikor. Sziasztok!